Önök a Dunaföldvár Televízió február 17-i adását látják. Jó estét kívánok! A ma esti Földvár mozaikban a következő témákkal foglalkozunk. Képviselőink 4 napi rendi pontot tárgyaltak a múlt heti rendkívül testületi ülésen. 6,2 millió forintos támogatás csökkentéssel bírálták el, és nyertük meg ezt a pályázatot. Ugye ezt a 6,2 millió forintot, ezt önerőből kell hozzátenni ahhoz, hogy ezt meg tudjuk, el tudjuk készíteni, és erről szavazott a képviselőtestület, hogy a feljesztési tartalékok terhére ezt a 6,2 millió forintot. Ezt hozzátesszük, és így az elkövetkezendő időkben akkor el tud indulni ennek a fotovoltaikus rendszernek a kiépítése Dunaföldváron. A Népszerű Tudomány című rendezvényen dr. Balla Tibor az első világháborúról tartott előadást. Látni kell, hogy gyakorlatilag 1914. júliusában, még a háború kitörése előtt, egyedül Tisza István az a politikusok közül, a monarchia politikusai közül, aki kezdetben ellenzi a hadüzenet elküldését Szerbiának. Aztán nyilván őt is meggyőzik, és a véleménye megváltozásával egyszerűen ő is a háborús párt mellé áll. Alternatív irodalomórák keretében emlékeztek Janikovszky Évára. Óvodás korosztálytól a felső tagozatig, beleszámítva a vidéki iskolákat, akik ugyanúgy hoztak osztályokat és meglátogattak minket alternatív irodalomóra keretében, összesen 26 csoport és körülbelül 650 gyerek látta a kiállítást az egy hónapos időtartam alatt. A kertbarátok egyik téli estéjén a szőlők új betegségéről volt szó. Ez a mostani igen nagy betegség, a szőlő fitoplazmás sárgulása, ami Európa szerte már elterjedt, tulajdonképpen a világban is ott van, nem csak Európában. Hát ez olyan, mint a körülbelül a filoxéra járvány volt valamikor, tehát ahhoz lehetne hasonlítani olyan jellegű, de ugye talán le tudunk készülni. Tehát olyan robbanás szerint ez már nem fog elterjedni, bízunk benne. Mert ez is egy-egybe kivégzi a szőlőt. Második alkalommal szerveztek a sporthorgászok évadzáró bált. Tavaly évben Müller Attila barátom és a Nikli Béla barátom vetette fel az ötletet, hogy mi lenne, ha szerveznénk egy ilyet, hiszen a horgászathoz hozzátartozik az is, hogy a családok nélkülözik olyankor a férjeket, vagy akár a gyerekeket, ha már horgásznak, és azt gondoltuk, hogy egy kicsit illik, hogy a feleségek is jól érezhessék magukat, szórakozhassanak velünk egyet abban a társaságban, akikkel egész évben együtt vagyunk, pecázunk a Kis-Dunán vagy a Nagy-Dunán. Február 10-én rendkívüli testületi ülést tartott a Dunaföldvár önkormányzata. Az elmúlt héten, kedden testületi ülést kellett összehívni, rendkívüli testületi ülést. Horváth Zsolttal beszélgetek, Dunaföldvár polgármesterével. 4 napirendi pont került terítékre. Menjünk sorra döntésenként. Közbeszerzési terv jóváhagyása. Melyik miről van szó? Hát minden évben kell egy úgynevezett közbeszerzési tervet készítenünk. Ez ugye arról szól, hogy az előre látott és már elgondolt, vagy megtervezett projektekbe, hogy kiírjuk a közbeszerzést és megkezdjük a megvalósítást. Jelen pillanatban 2015-re 4 projektet tudunk, aminek kell közbeszerzést kiírni, illetve el tudunk kezdeni. Még a többi terveink, amelyek benne vannak, ugye hát azok függnek az Európai Uniós kiírásoktól, meglátni kell, hogy milyen fejlesztési tervek lehetnek még központi támogatásokat kérni. 4 darab projektünk az biztosan fog futni már ebben az évben. Hát úgy biztosan, hogy tehát elterveztük, még bármi lehet ebbe ugye az évközi mutatókba. Az első, ez a úgynevezett térfigyelő kamera rendszer, erről múltkor beszéltünk, ugye, hogy döntőbizottság megsemmisítette a döntésünket, újat kellett kiírni. Ez szerepel benne. A másiknak, ugye, ami nyert pályázatunk, és az is biztosan megépül, ez nem bánt, mint a Hősök Terei Közparknak a rehabilitáció, illetve fejlesztése. A 3-as projektként ugye tervezzük a belső úthálózatnak a további bővítését. Erről ugye ehhez kértünk az elmúlt időszakban, mondtam a tisztelt
tévénézőknek ez ugye kérünk 210 millió forint hitel, felvételt ez a költségvetésünkben benne lesz, reménykedünk benne, hogy megkapjuk. Tehát erre kell még megcsinálnunk, illetve ugye arról is volt már szó, hogy az iskola mellett a volt rendőrségi épületnek az átalakítását is megindítanánk. Ezeket most látjuk, hogy ezt szeretnénk, ezt mindenféleképpen már be kellett tenni a közbeszerzési tervbe. Ez bármikor változtatható, behozható hozzá, úgyhogy ez nem egy kőbe vésett dolog, de elfogadta így a testület. És itt már szóba is került a többi napirendi pontnak egy-egy eleme. Azért haladjunk sorba, a bíráló bizottsági tagokat is ki kellett jelölni, kik ők és mi a... Igen, ezt a bíráló bizottságot kellett hozzá kijelölni. Ebbe ugye jogi képviseletet a jegyzőasszony fogja ellátni, pénzügy részéről a pénzügyi vezetőnk vesz részt, műszaki részről Lajko Andor, és még pénzügyi vezetőként ugye behívtunk külsőst is, kettőt, egy építészt, a ifjabbik Vicai Jánost kértük meg, hogy ebbe a bíráló bizottságba legyen bent, illetve pénzügyesként még a takarékszövetkezetből Gurics Anna Máriát kértük föl, úgyhogy így fog felállni ez a bíráló bizottság, amely az összes közbeszerzést értékeli és kiválasztja a közbeszerzésnek a nyertesét, és javaslatot tesz a képviselőtestületnek ennek az elfogadására, úgyhogy őket egyhangulag megszavazta a képviselőtestület, úgyhogy ebbe az évbe 2015-ben így fog felállni a bíráló bizottságunk. És az egyik napirendi pont a térfigyelő rendszerrel, kamerarendszerrel foglalkozott, akkor erről ennyit tudunk mondani, hogy ismét kitűztünk. Így van, ismét elindítottuk, várjuk a jelentkezőket, tehát hogy adjanak érvényes ajánlatot, és akkor az előző pontban megválasztott bíráló bizottságunk, az pedig majd akkor értékeli és kiválasztja azt, hogy ki lesz a nyertes kivitelező, és most már reménykedünk benne, hogy tehát nyugvó pontra fog kerülni ez a dolog, és jogszabályilag is rendben leszünk, és tudjuk indítani ezt az egész dolgot. És az utolsó rendi pont a napelemes villamos energia termelés, itt egy KEOP pályázatról van szó, önerő hozzá. Ezt a pályázatot ugye elindítottuk még a tavalyi évben, és 50 millió forintos keret volt erre, amit megpályáztunk, de sajnos nem tudtunk, tehát nem kaptunk a bírálat folyamán teljes finanszírozást, egy 6,2 millió forintos támogatás csökkentéssel bírálták el, és nyertük meg ezt a pályázatot. Ugye ezt a 6,2 millió forintot, ezt önerőből kell hozzátenni ahhoz, hogy ezt meg tudjuk, el tudjuk készíteni, és erről szavazott a képviselőtestület, hogy a feljesztési tartalékok terhére ezt a 6,2 millió forintot. Ezt hozzátesszük, és így az elkövetkezendő időkben akkor el tud indulni ennek a fotovoltaikus rendszernek a kiépítése Dunaföldváron. Tehát még ebben az évben is a fontosabb közintézményekről. Igen, itt a fontosabb közintézményekről, és május 31-ig már szeretnénk is, ha ez elkészülne. Kivitelező részéről azt mondta, hogy ennek nincs akadálya, ha csak le nem szakad az ég jövő héten, vagy utána hóval, akkor nem tud dolgozni, de amúgy, ha ilyen idők lesznek, akkor amint megkapjuk az összes támogatói okiratot, át tudjuk adni a munkaterületet, már dolgoznak is. Az első világháború volt a témája a legutóbbi népszerű tudományrendezvénynek. A népszerű tudományrendezvény sorozat vendége dr. Balla Tibor, a lezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum osztályvezetője. A meghívás a szemaktuális, hiszen a első világháború kirobbanásának 100. évfordulójára emlékezünk ebben az egyben, illetve az elmúlt esztendőben. Magyar szemszögből meglehetősen problémás megítélni a világháború jellegét, hiszen valahol kezdeményezői voltunk a monarchia keretei közt a szerbiai hadüzenettel, illetve a magyar katonák döntő többsége határaikon kívül esett el, kivéve az orosz betörést. Mennyire képviselt ez a világháború dinasztikus, esetleg nemzeti értekeket? Úgy gondolom, hogy mi a monarchiában létezett Magyarország, tehát önálló külpolitikát nem vitt, illetve önálló hadügye sem létezett. Innentől ebből a megközelítésből gyakorlatilag arról van szó, hogy Magyarországnak önálló külpolitika, illetve hadi céljai nem voltak ebben a világháborúban. Ugyanakkor azt kevésbé hangsúlyozzák, hogy a magyar katonák minden fronton harcoltak, és majd előadásomban erről részletesen beszélni fogok.
Viszont látni kell, hogy gyakorlatilag 1914. júliusában, még a háború kitörése előtt, egyedül Tisza István az a politikusok közül, a monarchia politikusai közül, aki kezdetben ellenzi a hadüzenet elküldését Szerbiának. Aztán nyilván őt is meggyőzik, és a véleménye megváltozásával egyszerűen ő is a háborús párt mellé áll. Azonban ki kell hangsúlyoznunk, hogy Magyarország, mint az egykori osztrák-magyar monarchia utódállama, veszített területileg, népességét tekintve a legtöbbet az egykori monarchia államai közül. A egyszerű katonák mennyire érezték sajátjuknak a háborút, hiszen a frontbarátságokról már 15-ben lehetett hallani? Gyakorlatilag 1914-ben a háború kitörésekor egy eufórikus hangulat uralkodik, azonban ez néhány hónapon belül már, amikor szembesülnek a frontról hazatérő sebesültekkel, illetve az első értesítésekkel a Vöröskereszten, illetve a belügyminisztériumon keresztül, hogy jó néhányan meghaltak a hazáért idegenföldön, akkor az eufórikus hangulat átvált először várakozás, aztán, amikor már az oroszok gyakorlatilag a Kárpátokban harcolnak, és Magyarország határain belül is felbukkan az ellenség, akkor egyfajta ilyen honvédő jelleget ölt ez a háború, és ez igaz, gyakorlatilag a déli hadszíntére is, hiszen ott is néhány helyen azért sor kerül a szerémségben szerb betörésekre. A háború folyamán azonban azt kell, hogy mondjuk, hogy Magyarország több mint 3 millió katonát küld folyamatosan a harctérre a háborúnak több mint 4,5 éve alatt, és a legnagyobb véráldozatot és arányaiban a legnagyobb véráldozatot Magyarország hozza ebben a háborúban. A nagy veszteségeknek az egyik alapja a modern haditechnika volt, amit hát korábban kevésbé ismertek, hiszen a porosz-francia háború óta Európában nem zajlott le jelentősebb katonai összecsapás, tehát ezek a fegyverek való még ismeretlenek voltak hatásukban, de mennyire jelentett szempontot esetleg a hibás stratégia, a hibás hadvezetési döntés a nagy véráldozatokban? Gyakorlatilag a monarchiának már a felvonulási tervei sem tükrözték valójában az erőviszonyokat, hiszen túl bonyolult volt ez a felvonulási terv, feltételezte azt, hogy például a szervfronton gyors győzelmet aratnak, az oroszok csak késve, tehát 1-2 hónap múlva lépnek majd be, inkább 2 hónap múlva, 6 hét múlva a háborúba. Ez a gyakorlatban nem így történt, és gyakorlatilag azok az erők kevesek voltak a galíciai fronton, tehát feltételezték volna azt, hogy a szervfronttól átdobott két hadsereg is majd az oroszokkal szembe kerülve állítja meg azok előrenyomulását. Azonban a háború folyamán is nyilván beszélhetünk, ha nem is bűnös, de olyan hadvezéri melléfogásokról, amely azért megmutatta azt, hogy igazából a tábornoki kar, a vezérkar sem volt kellőképpen felkészülve erre a háborúra, de mint elhangzott, gyakorlatilag ez a többi hadseregben sem igazán volt másképp, hiszen 1871 óta nem volt Európában nagyobb összecsapás európai hatalmak között. Tehát nem is igazán tudták felmérni a korabeli haditechnikának a hatásfokát. Annak ellenére, hogy azért a helyi háborúban, az orosz-japán háborúban, a balkán háborúban már ezt a technikát alkalmazzák javarészt. Azonban a vezérkarok ezt úgy értékelték, hogy ezek csak helyi háborúk, tehát az eljövendő nagy összecsapás az néhány hónapig fog tartani, és el is készítették fel a hadseregeket. Tehát nem számolt senki egy több évig tartó, elhúzódó háborúval. A monarchia részéről, IV. Károly részéről 1916-ban megindul egyfajta béket lapogatózási kísérlet, ami úgy tűnik komoly szándék volt, nem sikerült természetesen. Ez egyben a monarchia külpolitikai súlytalanságát is jelzi, hogy maga az uralkodó nem tudott elérni békét hadakozók között. Hát nem gondolnám, hogy feltétlenül a súlytalanság a legjobb jelző erre a dologra. Inkább úgy gondolom, hogy egyszerűen a külpolitikai lehetőségek, illetve ugye 1916
16 az az év, amelyet gyakorlatilag már fordulópontnak tekinthetünk a háború menetében, és 1917-re, amikor már igazából az újraalkodó ezeket a béketapogatózásokat már komolyabb szintre emeli, úgymond, vagy legalábbis megpróbálja ezt igaz, hogy a németek tudta nélkül véghez vinni, gyakorlatilag ez már nem igazán vezethetett eredménye, holott tudjuk, hogy még 1918. szeptemberében is még folynak ezek a nyugati antant hatalmaknak úgymond felajánlkozó tapogatózások, azonban ez sajnos nem vezetett eredményre, de úgy gondolom, hogyha ez 17-ben eredményre vezethetett volna, akkor is a németek beleegyezése nélkül ez nem valósulhatott volna meg semmiképpen. Janikovszky Éva életművéből láthatta kiállítást a Városi Könyvtárban. A Berzen Angyilon a Városi Könyvtárban Janikovszky Éva kiállítás látható. Honnan került ide ez a tárlat? Ezt a tárlatot, ezt a Móra kiadó szervezte meg Janikovszky Éva 2003-as halálának 10. évfordulója alkalmából. Összeszervezték és összeszedték azokat az anyagokat, amik fellehetők voltak az írónővel kapcsolatban, és egy vándorkiállítást hoztak létre belőle, ami Budapesten debütált, aztán elkezdte járni az országot. Most már 2 éve folyamatosan járja az országot, és idén úgy néz ki, hogy már külföldre is elkerül. Ennek keretében kaptuk meg, és lehettünk részesei mi is ennek a kiállításnak. Nem csupán kiállítás látható a Berzen Agyilon a Városi Könyvtárban, ugyanis a könyvtár munkatársai vállalkoztak arra is, hogy rendhagyó irodalomórákat, meseórákat tartsanak. Honnan jött az ötlet, illetve hogyan zajlanak, kiknek ezek az órák? Hát én azt mondhatom, hogy szinte mindenkinek. Az egyéni látogatók ugye egyénileg megnézik, végignézik a tárlatot, elolvassák a feljegyzéseket, a szervezett irodalomórák pedig igazából az óvodás korosztálytól felső tagozatig zajlanak, és az őszi alkonyugdíjas klub is meglátogatta a kiállításunkat, és őnekik is volt egy program ennek keretében. A legkisebb korosztály az óvodások, ugye őnekik nagyon részletesen nem tudjuk elmesélni az írónő életét, de bemutatjuk a legfontosabb dolgokat. Megismerkednek a művekkel, életpályájának főbb vonalaival. Nagyon nagy sikert arat Janikovszky Éva műveiből az elkészült maketteknek a bemutatása, színpadképeknek a bemutatása, Bertalan és Barnabás, a két kutyus bábjának a bemutatása, annak sétáltatása. Ezen kívül mesét olvasunk nekik, és a Janikovszky Éva könyvek illusztrációiból, Réber László illusztrációiból készült rajzfilmeket vetítünk. Hogy fogadják a kicsik? Értik-e a humort? Veszik-e a több évtizedes történetek lényegét? Én úgy gondolom, hogy igen, hangos kacagások kísérik a meserészleteknek a bemutatását, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy igen. Velük azért kicsit nehezebb, ők kevés ideig tudnak figyelni, de alapvetően úgy gondolom, hogy le tudtuk kötni eddig az összes csoportot, és mindenki nagyon jó szájízzel távozott, az óvónénik és az óvodások egyaránt. Az általános iskolában gondolom az alsó tagozatosok, illetve a felső tagozatosok is megnézik a kiállítást, igényelik a rendhagyó irodalomórát. Így van, ezzel kapcsolatosan elmondható, hogy az összes alsó tagozatos megnézte, felső tagozatból is jó néhány osztály eljött megnézni a kiállítást. Nekik már egy kicsit komolyabban, részletesen beszélünk az írónő életéről, bemutatjuk a díjakat, az idegen nyelvű kiadványokat, grafikákat, és a felső tagozatban már levetítjük az írónő életéről szóló életrajzi filmet is, amelyben ritkán sugárzott film és rajzfilm jelenetek láthatók, valamint interjúk, riportok az írónővel. Az általános iskolások már önállóan olvasnak. Ismerték-e, ismerik-e Janikovszky Éva műveit, vagy itt csodálkoznak rá az írónőre, illetve az alkotásaira? Vegyes a fogadtatás. Van, amelyik osztály nagyon felkészülten érkezik, mindent tudnak, tehát szinte a tárlat vezetést is meg tudnák tartani, annyira otthon vannak a témában,
tényleg mindent ismernek az írónő életéről. Ehhez nyilván hozzátartozik a pedagógus hozzáállása is, hogy a filmet is megnézik, az Égigérő fű című filmet, ami Janikovszki Éva egyik nagy művéből készült. Van olyan osztály, aki kicsit kevesebbet tud, de igazából azok a mondatok, amik nálunk is, nekünk is megmaradtak gyerekkorunkból, azt azért még ők is hallották, ők is hallják, és ezek mind ismerősek számukra. Úgyhogy senkinek nem ismeretlen az írónő neve és munkássága. Nagyon sokan jelzik, hogy van otthon Janikovszki könyvük, olvastak Janikovszki könyvet, akár az óvodában, akár az iskolában, órán is foglalkoztak vele, ugye tananyag is tulajdonképpen, tehát lehet ehhez is kapcsolni. Nagyon sok pedagógus ennek keretében hozta el az osztályát. Említetted azt, hogy minden alsó tagozatos látta ezt a kiállítást. Készült-e valamiféle statisztika arról, hogy hány kisgyerek, vagy nagyobb gyermek, vagy akár felnőtt érkezett erre a vándor kiállításra? Hát egy nagyon általános és átlagos statisztikát tudok ezzel kapcsolatban mondani. Óvodás korosztálytól a felső tagozatig, beleszámítva a vidéki iskolákat, akik ugyanúgy hoztak osztályokat és meglátogattak minket alternatív irodalomóra keretében, összesen 26 csoport és körülbelül 650 gyerek látta a kiállítást az egy hónapos időtartam alatt. Akkor mondhatjuk, hogy egy igen sikeres rendezvény. Én úgy gondolom, hogy túl teljesítettünk, és maga a rendezvény is, a program is túl teljesítette önmagát. Nem gondoltuk, hogy ennyire népszerű lesz, és ennyire nagy lesz a fogadtatása, de nagyon nagy örömmel vesszük, hogy ilyen sok kisgyerek ellátogatott a könyvtárba, kisebbek és idősebbek, ugyanis ez azért magával hozza az olvasókat is. Február közepéig látható ez a tárlat. Mi lesz tavasszal? Várjátok-e újabb lehetőségekkel, programokkal a könyvtárbarátokat? Természetesen. A tavaszi program sorozatnak még része az éves nagyvetélkedőnk, ugye az éves nagy könyvtári vetélkedő, ami idén Mifán Terem címmel Ónagy Gábor születésének 100. évfordulójára kerül megrendezésre. Ezt mindig az általános iskola 5. osztályosai számára rendezzük meg, és ennek elkészítése, rendezése, tervezése most van folyamatban. Ezután még a tavasz folyamán Ezer arcú világunk a könyvtár szemével címmel folyóirat kiállítást fogunk rendezni, ugyanis úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy a lakosok, az olvasók, a könyvtárhasználók tudják, hogy könyvtárunknak 64 féle folyóirat jár a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, ezen kívül pedig ugye saját magunk is előfizetünk népszerű folyóiratokra, amelyeket én úgy gondolom, hogy kevesen olvasnak ahhoz képest, amennyien olvashatnák. Úgyhogy most úgy gondoltuk, hogy ebből egy népszerűsítő kiállítást fogunk szervezni, amelynek keretében bemutatjuk azt a sok-sok folyóiratot, ami elérhető könyvtárunkban. Ezután Vizeink élővilága fajtái vízisportok bemutatása, ez ugyanígy egy előadás sorozat lesz kisiskolásoknak és óvodásoknak majd a vízvilágnapja alkalmából, valamint Olvassunk Együtt, Versenyünk Együtt címmel egy költészetnapi megemlékezést is szervezünk az általános iskolásoknak, ezen kívül pedig 20 éve hunyt el Mándi Iván. Mándi Iván évforduló van idén, és szeretnénk szervezni majd egy rendhagyó irodalomórát is, ezt a felső tagozatos diákok részére szeretnénk. A téli esték rendezvénysorozatban dr. Sűrű János agrármérnök a szőlő- és gyümölcsvédelemről beszélt. A téli esték előadássorozat hosszú évek óta visszatérő vendége dr. Sűrű János egyetemi docens. A közönség nagyon nagy érdeklődéssel viszonyul az előadáshoz, nagy részük valóban borászember, természetesen a borról, a szőlőről lesz szó. Hát akkor térjünk vissza az elmúlt esztendőre, és a lényegre térjünk rá, milyenek voltak az elmúlt évi borok? Hát, mit mondjak, kezdeném a szőlőknél először, ugye? Nagyon nagy küzdelem volt, itt el fog hangzani majd az előadásokon, a megtartása a szőlőnek úgy kezdődik, és hát aki meg tudta azért tartani a szőlejét, az azért tudott előállítani nem rossz bort. Aki nem tudta megtartani, vagy gyengén minőségben tartotta meg, hát ott a bornak a minőségén is nyilvánvalóan meglátszik ez az évjárat. Nagyon sok csapadék nyilván a betegségeknek kedvezett. Igen, folyamatosan kedvezett a betegségeknek a csapadék,
És ugye ez az eső tulajdonképpen a betegségek terjesztője is egyben, tehát itt aztán most az összes, ami csak a nagykönyvben elő van írva, lisztharmat, peronosz, rothadás, ami a főbetegségek, mind-mind előfordultak általában a szőlőkben. És hát ha az ember úgy próbált szisztematikusan védekezni, tehát azért megfelelő rotációba, megfelelő, itt tudom, ilyen 10 naponként azért permedezett megfelelő szerekkel, akkor azért ezt meg tudta fékezni. Nem mondom azt, hogy teljesen megszüntetni, nem lehetett, de valamilyen szinten megfékezni azért lehetett a betegségeket. Időnként felbukkannak új betegségek, amelyek kevésbé vagy alig ismertek. Velük szemben mi a teendő? A vegyszerek tudják követni a új betegségek burjánzását, változását? Hát igen, megpróbálják követni. Itt is a tudósok azért kísérleznek vele, azért megvannak a tanulmányok, megvannak a diploma, dolgozatírások ezzel kapcsolatban, azért megpróbálnak fölépni. Ez a mostani igen nagy betegség, a szőlő fitoplazmás sárgulása, ami Európa szerte már elterjedt, tulajdonképpen a világban is ott van, nem csak Európában. Hát ez olyan, mint a körülbelül a filoxéra járvány volt valamikor, tehát ahhoz lehetne hasonlítani olyan jellegű, de ugye talán le tudunk készülni. Tehát olyan robbanás szerint ez már nem fog elterjedni, bízunk benne. Mert ez is egy-egybe kivégzi a szőlőt gyakorlatilag. Nagy merészség, de próbáljunk tippelni, satszolni, milyen lesz az idei szőlő és bortermi. Tudom, még nagyon korai, de hát a télből már néhány hónap eltelt, és már azért a szakember valamit sejt, érez a jövőre vonatkozóan. Hát mit tudom, annyit tudok mondani, hogy a metszéseket is elkezdtem, tehát látszik. Igazából nem rossz a szőlőnek a fája. Igaz, hogy rüggyő vizsgálatot nem végeztünk még, de fogunk majd végezni azt is, nem végeztünk. És ennek következtében az ember nem lát a belsejébe, hogy néznek ki a rügyek belülről, de hát igazából nem rossz. Aztán most még ugye sokat kint fog aludni, még jöhet fagy is, jöhet kemény tér is, tehát sok minden, jöhet egy olyan, megindul a kitavaszodás, akkor megjön rá a hideg, tehát, vagy különböző járványok, tehát azért vannak itt gátak, de bízunk benne, megpróbálok mindent megcsinálni, hogy jó legyen 15-ös év. Hát egy-két hónap, és rögtön a kertekbe tenni-venni kell. Mik a legfontosabb teendők február-márciusban a szőlősgazdák számára? Hát ugye most már majd, amikor ki tud menni a gazda, akkor mindenkinek ajánlom, hogy nézzen körül, és a metszéseket szépen el lehet kezdeni. Akinek kisebb telete van, nem kell sietni, akinek nagyobb van, bizony sietni kell, hogy odaérje, mert aztán ki tudja, hogy milyen gyors lesz a kitavaszodás, rügyő, fakadás, ugye, utána pedig el ne felejtsük a lemosó permetezést, majd pedig az atka és a megfelelő kártevők elleni védekezéseket. Az elmúlt esztendő nagyon bő csapadékot hozott. Ez szükségszerű, hogy ezután a következő nyarunk, az idei nyarunk nem ilyen lesz? Igazából kit számon az időjárás, nem tudjuk. Ugye nem olyan régen, a 10-es esztendőben is volt csapadék, ugye most következett a 14-es, tehát igaz, hogy ha mi azt nézzük Dunaföldvári viszonylatban, hogy leesett 730-740 mm csapadék. Azt mondom, hogy ez lenne az ideális. Ha ez nem olyan megosztásra esett volna le, hogy leesett az elmúlt évben, ez lenne az ideális. Hiszen a kárpátalja és a többi magyarországi kiváló termő körzetek, mondjuk most éppen növénytermesztők értem alatta, ezzel dolgoznak, és nagyon jól. Tehát ez nem rossz igazából, Dunaföldvárnak ez jó lenne, csak egy kicsit a szaloszlásra lenne egy kellemesebb, hogy ne minden mondjuk augusztusban esik le, meg tehát olyankor, amikor éppen kis napfény is kell, és kevesebb a napfénynek következtében, tehát nem rossz, nem rossz lenne. A szőlőültetvényeket rendszeresen meg kell újítani, hiszen természetes, hogy a növény is öregszik. Milyen fajták azok, amik mostanában népszerűek, elterjedtek itt Dunaföldváron, Magyarországon? Hát sok-sok új szőlőfajtákat hoznak ki. Itt ugye igazából én az éllovasnak a továbbra is a vörös szőlők között a Cabernet Sauvignon tartom, tehát és akkor sok divatos fajták jönnek elő, amik aztán le is tűnnek, tehát igazából meglátszik, hogy most melyik állja meg a sarat, melyik nem. A Cabernet Sauvignon itt megállja a sarat jelképesen? Meg itt, ebben a környékben. A talaj a klíma kedves számára? Magyarországon is, Dunaföldváron is. Én azt hiszem, hogy mind a talaj, mind a lösz altalaj, tehát ez mit kedvez neki. A sporthorgászok bállal zárták az évadot.
Már második alkalommal rendezte meg a Dunaföldvári Sporthorgász Egyesület a már lassan hagyományosnak tűnő évi báliát, ahol a horgásztársadalom összejött. Lajos, azt tudtuk, hogy korábban hosszú évekig nem volt sportbál, utána tavaly jött az ötlet, ismét másodszor is megvalósítottátok. Ezek szerint sikeres ez az új kezdeményezés. Igen, hát én inkább horgászbálnak nevezném, hiszen zömében horgászok vettek részt rajta. Tavaly évben Müller Attila barátom és a Nikli Béla barátom vetette fel az ötletet, hogy mi lenne, ha szerveznénk egy ilyet, hiszen a horgászathoz hozzátartozik az is, hogy a családok nélkülözik olyankor a férjeket, vagy akár a gyerekeket, ha már horgásznak, és azt gondoltuk, hogy egy kicsit illik, hogy a feleségek is jól érezhessék magukat, szórakozhassanak velünk egyet abban a társaságban, akikkel egész évben együtt vagyunk, pecázunk a Kis-Dunán vagy a Nagy-Dunán, és ezért tavaly szerveztük az elsőt, az idén pedig most már hagyományt teremtve a második horgászbált, túlszárnyalva a tavalyi 110 fős létszámot, az idén több mint 140-en, 145-en voltunk, ezért új helyszínen is került megrendezésre az általános iskolának az aulájában. A programok mik voltak? A programok egy szokásos báli program volt, hiszen a 7 órai vendégvárás után két fellépő következett. A Levendula Művészeti Iskolának egy tasi kihelyezett társastánc csoportjából léptek fel két páros, nagyon nagy sikert aratva, és hát a mieink, a Dunaföldvári Le Femme Majorette csoportnak a junior táncos lányai is felléptek, nagyon színvonalas műsort adtak ők is, tehát próbáltunk olyan műsorokat hozni, ami látványos, szórakoztató és a bálnak megadja az alaphangulatot. Ezután a Dávid Istvánéknak a segítségével egy vacsora következett, egy nagyon finom sültes tálakat, kétszemélyes tálakat szolgáltak fel a vendégeknek, és ezután pedig a tánc és a szokásos tombola, ami majdnem két óráig tartott, hiszen rengeteg sok nyeremény gyűlt össze, amit ezúton is köszönünk minden támogatónak az egyesületen kívül, és hát a bálnak magának 6 órakor lett vége, úgyhogy egy jól sikerült rendezvény volt. Mivel lassan közeledik a tavasz, én gondolom, hogy természetesen a szakma, a horgászat, a pecázás is szóba került a horgászbálon, ilyen kötetlen keretek között. Hát akkor halljuk az egyesületi elnököt, mik azok a feladatok, amik a elkövetkezendő tavaszi hónapokban az egyesületre, a tagokra várnak, mi a rövid távú program? Igen, hát amikor horgászok összejönnek, akkor ha nem is vízparton vagyunk, azért virtuálisan néhány vázsa halat minden alkalommal kipecázunk, és hát szó volt arról is, hogy hamarosan kezdődik az idei szezon. Egy újabb virtuális téma lesz, egy előadás, a szokásos előadásunk, ami most már negyedik alkalommal kerül megrendezésre minden évben. Kós Ferenc, Magyarország leghíresebb harcsahorgásza jön február 27-én pénteken az Ispánházba, itt tartjuk meg az előadást, ez egy másfél-két órás előadás lesz, nagyon nagy már most is az érdeklődés, hiszen a korábbi előadásokra is 50-60-70 fős létszám jött össze, tehát ezzel kezdünk. Majd márciusban társadalmi munka lesz, a horgásztanya környezetét és a horgászhelyeket rakjuk rendbe. A környezetet szépítjük, ami nem mellesleg most is nagyon szép, de azért mindig egy kis csinosítás ráfér. Aztán áprilisban megkezdjük a horgászversenyeket, gyermekverseny, felnőtt békés halfogó verseny, harcsafogó verseny. A programba az idén szeretnénk beiktatni egy úgynevezett boilis 48 órás versenyt is, erre is egy elég nagy igény mutatkozik. Aztán augusztusban a Dunaegyházi horgászverseny, szeptemberben a Nagy Sándor Egyesületi Emlékverseny, és hát októberben rablóhalfogó, tehát egész évben komoly programsorozat lesz a Kis-Dunán. Elvileg a majális is itt lesz az idei évben, jelezte a művelődési központ igazgatója és a polgármester úr, hogy szeretnék megvalósítani, reméljük, hogy a kerékpárút is elkészül, és akkor a kerékpárral érkezőknek akár meglepetéssel is szolgálhat mind az önkormányzat, mind az egyesület. Azt gondolom, hogy a szép új környezetben, a játszótérrel, a rendezett úttal, új épülettel egy jó helyszínt tudnánk biztosítani a majálisnak, tehát ez is egy program lesz. És hát, mint mondtam, sok-sok horgászverseny, sok-sok családi szabadidős program lesz a Kis-Dunán, úgyhogy nem fog unatkozni, aki kiváltja az engedélyt, vagy akár csak a családjával kilátogat majd. Szóba került itt a kerékpárút, ami nagyon reméljük, hogy tavasszal elkészül. Hát a szerint mérföldkő lesz a Sporthorgász Egyesület életében is, hiszen biztonságosan, gyorsan, bármikor megközelíthető. Reméljétek azt, hogy a horgászok, a tagok száma is gyarapodik, nyilván a programtanítók száma is gyarapodhat. Biztosan, hiszen már most van olyan horgászunk, aki kiváltotta azért az engedélyt,
mert ki tud jönni biciklivel vagy elektromos kerékpárral majd a tavasztól, amikor elkészül az út. Egyébként már megkezdték a kivitelezési munkákat, hiszen a bréderezés megtörtént, a terep egyengetése, úgyhogy már most van olyan, aki kiváltotta, de ugye nekünk nem csak az a célunk, hogy horgászni járjanak ki, hanem akár a családok szabadidős programot tervezni, hiszen főzőhely van kialakítva a horgásztanyán, játszótér van a gyerekeknek, vízvételi lehetőség van, tehát bárki bármikor kijöhet, lehet egyeztetni a gondnokunkkal, az egyesülettel, vagy a vezetőséggel, hogyha civil szervezet szeretné használni, vagy esetleg valami céges rendezvényre a tanyán. Úgyhogy mi bízunk benne, hogy a közösségi életnek egy nagyon színvonalas színfoltja lesz a következő évtizedekben a Kisduna, úgy, ahogy az volt akár az 50-es, 60-as, 70-es években. A civil szervezetek napi életében a 21. század kívásainak megfelelően nagyon fontos szerepet játszik a logisztika, a kommunikáció. Ebben ti is az utóbbi néhány évben új utakat jártatok, új kapukat nyitottatok meg. Érezhető ennek a hatása? Természetesen. Hát ugye köszönhetően annak is, hogy a Dunaföldvár TV rengeteget foglalkozik velünk, a programjainkra kilátogattok, tudósítotok róla. Ez egy nagyon nagy lehetőség számunkra, és ezután szeretném megköszönni. Honlapot készítettünk, ami működik, aztán most már van egy közös honlapunk, középdunamente.hu címen 4 környékbeli egyesülettel, a Facebookon rendszeresen hírt adunk, környékbeli rádiókban, reklámfilmünk, szórólapunk készült, úgyhogy én azt gondolom, hogy az egyesület jó úton halad. A létszámot, amit néhány éve elértünk, és ilyen 280-300 fő körüli, ami egy biztos gazdálkodást biztosít az egyesületnek, ezt tudjuk tartani ezeknek köszönhetően. Többet tudunk telepíteni, többféle halat, és a programjaink is egyre színvonalasabbak, úgyhogy ez remélem majd áprilisban, májusban, amikor a beszámoló elfogadásra kerül, akkor is meggyőződnek majd róla a horgászaink, hiszen küldött közgyűlésünk lesz. Jövőre pedig 70 éves lesz az egyesület, és hát egy rendes nagy 5 évenkénti közgyűléssel készülünk rá, úgyhogy folyamatosan van feladat. Ehhez mondjuk hozzá kell tennem, hogy szükséges az is, hogy egy nagyon jó vezetőség társul, Müller Attila, Dunaegyházáról Pala Attila, akár Dunaföldvári Farkas László vagy Tóth László személyében. Úgyhogy azt gondolom, hogy le a kalappal előttük, és hát a versenyeket a Vidács Attila szervezi, úgyhogy őróla se szeretnék megfeledkezni. Jó csapatot alkotunk, és szerintem a jövőben is jól együtt fogunk dolgozni. Az irodánk is jól működik, hiszen egy gyakorlott irodavezetőnk van, és hát van a horgásztanyán 2 társadalmi halőrünk, és egy főállású halőrünk, aki most már rendészeti jogkörrel van felvértezve, tehát próbálunk minden szinten halőrzés, munkák elvégzése és az információ terén is előrelépni és fejleszteni.